Miért nem adom oda magónak a szánkót? Mert felfele mindig ő húzza. Szóval, ha jól lányok és játszok, én Csongi vagyok, itt Magor. Sziasztok. És a kedvenc videótokat megyünk felvenni ketten, majd meglegyetek ott. Úgyhogy menjünk! Itt is lennék, megtaláltuk a tökéletes helyet, egyébként Instagramon láthattátok, hogy konkrétan nem volt állványom, és hú, az a kamera ott nagyon bizonytalan, az, hogyha leestek, akkor bocsi, ő a hibás. Szóval emlékeztünk a mai videóhoz, ami igen, kitaláltátok a címből, hú, de nehéz volt. Egy SMS-es videó, de ez egy külön kiadás, ugyanis itt van velem Magor, és nem úgy, mint a múltkori SMS-es videóban, hanem most ő lesz a tesóm. Tényleg? Tényleg nem mondod. Ugyanis ennek a videónak az lesz a címe, de hát várjam, ezt tudjátok, akkor milyen mondom. Szóval igen, SMS-ek tesók közt. Olykor lány lesz, olykor én leszek lány. Ezt majd eldöntjük. Nem volt női szereplő. Úgyhogy szerintem kezdjünk is bele, ne húzzuk az időt, mert még a végén megesz a medve, és lemegyünk. Bocsánat, hogy fuckboy lettem. Magornak itt semmi szerepe nincs, mert ennyi az egész üzenet, és gondolom leesett nektek, hogy itt arról van szó. Amikor általában lesz az egyik tesónak egy barátnője, akkor elkezdi őt hanyagolni. Mármint nem teljesen, de hogy olyankor a barátnővel többet foglalkozol, és képes vagy meg változni érte, és amikor azt egy tesóként végignézed, még sokat nem változtam, vagy igen? Amikor eljön az, hogy szakítotok a barátnőtökkel, és utána vissza kell minden tesóhoz, hogy bocsi, hogy ilyen f***t voltam veled. Úgyhogy ez az üzenet, ez ilyen nagyon egyszerű, Magornak pedig egy ilyen felmentete volt. Oscar díjas. Igen, ő Oscar díjasen szerepelt, úgyhogy szerintem nézzük a következőt. Figyelj már, te borotválod a herédet? Anya kérdezi. Lol, mi? Kérd neki, légy szíves, mert te vagy az, aki megtöri a jeget. Hogy kerültünk ide? Egyébként most komolyan. De létre! Szóval? Nem. És nem is vasalod? No, persze! Ez tipikusan az a helyzet, amikor anyucinak el kell magyarázni valamit, és sokkal könnyebb, amikor van egy jó tesód, és akkor megmondod, hogy de hát ő is csinálja! Nem is igaz. Nagyon para itt lenni, itt ugatnak a kutyák, repülnek a macskák. Egy nagyon jó tipp, hogyha mondjuk el akartok kérdezni egy buliba, és a tesótok mondjuk nem 16 évvel kisebb, mint itt, szóval mondjuk 2 évesen ne vigyétek el. 16 évvel kisebb. Jó, tehát 8 évvel vagy kisebb, tudom, csak mondtam. Akkor mindig azt kell mondani, hogy de anya, jönne a tesóm, és így már így sokkal jobb, nem? Na mindegy, ez egyébként ismerős, bár amit ne, nem a borotvá... Ő mondta. Nem a borotválás, amit az is ismerős, de most nem... Jó, menjünk a következőre. Tesó, megjött a mi banánom. Miért? Attól, hogy hosszú és nagy és kemény valami, attól lehet mondjuk egy állvány is, amit most nem hoztam a videóra. De igen, de azért mindig benne van az ember az, hogy a tesóját azt, hogy kell szivatni, szóval. Valami érkezik egy csomag, neked egyből azt kell írni, hogy ez egy mű zöldség. Igen. Ezek amúgy elég rövid üzenetek, de tudjátok, hogy miért? Mert a tesók amúgy nem beszélnek sokat. Itt az élő példa. Ne. Mert most leszpédelem, mennyit beszéltük az elmúlt 5 évben. Beszéltünk vasárnap, de az már ugye az előző hét, aztán november, aztán október, és így semmi. Miért nem írt nekem? Én írok, de te soha nem veszed észre. Figyelj tesó, nem tudom, fog-e tetszeni, de kölcsönadod a kutyát, légy szíves, olyan 6 órára? Mi? Hogy miért? Hát az úgy volt, hogy legutoljára, amikor sétáltattuk a kutyát, megismertem egy csajt. És most el kéne menjek vele randira, de azt mondja, hogy kutyát is hozzak. Nem. Erről beszéltem egyébként, látjátok, jó tesó, nem? Az a vicces, hogy üzenetben nincs is benne, hogy nem, de ő már egyből rávágta. Jó tesó vagy tesó? Kéne ilyen tesó counter, így meg kéne számolni. Minden videóban. Ja, egyébként nem tudom, ismerős nektek ez a felső valahonnan? Felső. Hanorák. Kapucni is. Nem, soha nem volt rajta. Még véletlenül sem tőlem van, de úgyis. Egyébként, ha esetleg valakinek van valami tippje a felső, akkor írja le a komment szekcióba, és aki eltalálja, azt beszívezem. Megpróbálom a legtöbbet, jó? Egyezzünk meg ennyiben. Úgyhogy ez milyen gáz lehet, amikor tényleg megismersz egy csajt, és azt hiszi, hogy van egy kutyád. De hát, hogy nem is veled akar randizni, csak a kutyát, meg én megsimogatni. Hát jó, a szívás. Mit szólnál, hogyha feljönnél hozzám mondjuk estére? És a kutyával mi lesz? Na igen, olyankor az, hogy a kutyát nem 6 órára. Lehet, hogy azért érte 6 órára, mert azért most valójában melyik randi tart 6 órán keresztül? Nem tudom elképzelni, hogy mit csinálnak ott? Jó, hát valószínűleg nem azt, mint mi kint az erdőben, retek hidegben. Ilyen kérdéseket te szoktál kérdezni, szóval ezt most olvasd fel te. Egy 1-10-es skálán mennyire veszélyes az, ha megeszem a cetlit, az alma. Mindig a kis tesók azok, akik próbálnak a nagy tesótól így informálódni, mondjuk ezt szerintem normális. Csak én jó tesóként mit mondanék? Á, de úgyis egyed meg az összeset. Majd nem válaszol. Majd nem ahhoz, hogy igazi tesók legyünk, nekem is ezt kéne csinálni, na várja. Segíts! Mondom, bolond. Hol a pénztárcám? Most, hogy megmentettem a felsőmet. Ez kabát. Ami kabát. Igen, szóval mindig a kis tesók szok... Mit csinálsz? Gangster! Neked volt olyan, hogy egyet fingottál, és gondoltad, hogy ja Istenem, ne szar legyen? Néha egyet fingok. Tök büszkén mondom, hogy...
ez szar volt. Beteg emberek. Jó, hogy a WC-n ülsz, az tökéletes, amikor így ülsz, és így, miért beszélünk egy videóban a WC-zés? Most már értem, miért volt ilyen büdös a Tesco-ban múltkor. Jó, szerintem a hülye kérdésekből elég. Vagy mégsem. Tesó, most őszintén, szerintem. Ha azt írja a húson, hogy 18-án jár le, akkor az 18-án reggel, vagy 18-án éjfélkor? Amúgy most tényleg? Tudjátok is kérdem egyébként, mert most ezt tényleg nem de tudom. De éjfél az már másnap. Ma jár le! Az azt jelenti, hogy ma megeheted vagy nem? Igen. És ma meddig eheted? Meg 23 óra 59-ig? Igen. És 0-0-0-0 akkor már így hirtelen elromlik az egész? Igen. Igen, az nem volt folyt. Ezt most nem tippnek mondom, de a legtöbb ilyen lejárt cucc az tovább így a sokkal. Tehát, hogy még egy hét múlva sem romlik el. Nem érdemes utána megenni, az csak ilyen fel van tüntetve, vagy igen, most már jobb, ha nem eszed meg, tess! Szép álmokat, te köcsög! Ez az a legszebb kifejezésed, te kretén. Igen. A tesók között a beszélgetés, mentem az összes csúnya szó. De amúgy nem tudom miért van, mert szerintem attól, hogy mondjuk két tesó szereti egymást, az nem azt jelenti, nem úgy szereti egymást, majd erről is lesz mindjárt egy SMS. Tényleg lesz. De hogyha tényleg bírod a másikat, az nem azt jelenti, hogy nem fogsz neki egyáltalán beszólni, vagy nem tudom. Dikka madár! Tesó, itt vagyok, visszajöttem Erdélybe! Menjünk el, mert jön egy medve? Jó, jó, csak felveszek ezt a videót. Tesó, mi a bankkártya jelszó? Na várja, hogy is volt? Remélem meghalsz, te köcsög. Köszönöm szépen. Ne ordítsam, mert videózok! Szerinted egyébként ez igazi vagy komoly? Mert szerinted tényleg valaki ad ilyen jelszavat? Ne, nekem volt egy olyan osztálytársam, aki megosztotta a mobil adatját, és a jelszavazott, hogy nem mondom. Mi volt a jelszó? Cenzurázol? Igen, cenzurázok. F***s hely. Biztos? Biztos. Biztos? Biztos. Biztos. Nek mi értelme volt, de most komolyan? Jaj, megvan! Az, hogy a tesók értik egymás nyelvét. Szóval biztos? Nem, de hogy tényleg értjük egymás nyelvét, szóval, hogy amúgy azt kellett volna, amit csináljuk, amíg még itthon laktam. Ki kellett volna fejlesztünk valamilyen közös itt beszédet, kocsász. Igen. Akkor, hogy anyuék ellen szövetkezzünk. Igen. Itt, ami mondjuk egy ilyent, hogy gumikacsa, teknős szőrzetű állatkehely. Pohár alakú termopán üveget. Amúgy ezek jelentenek valamit, találtok mit. Amikor fél év után hazajövök, megkérdezi magor, hogy hiányoztam? Nem. Ez amúgy egyértelműen azt jelenti, hogy igen, és szerintem ezzel egyetértetek is. Na, mi van? Félnyelvek. Tesó, te vagy a legjobb tesó a világon! Te itt áll? Mert ilyet nem szoktunk egymásra mondani. Ez ugyanaz, amit az előbb mondtuk, hogy szerintem nem... Ez mi volt? Mondd, hogy te is beszartál. Énekelni. Jobb esetben. Hát rosszabb esetben most itt el valakit a menni. Melyik egér jár két lábon? Nem tudom. Mickey Mouse? Ja. Jó, és melyik kacsa jár két lábon? Donald kacsa. Az összes, te idióta, a kacsáknak két lábuk van. Ez ami lehet ford viccesebb lett volna, mint hogyha ő mondja, mert ugye itt az a lényeg, hogy csak random mondjuk. Mi van? Menjetek be holnap a suliba, valamelyik osztálytársatokon majd süssétek el, és kíváncsiak mi a reakciója. Ez most nem két tesó, most ő jelenleg nem a tesóm lesz, hanem a barátnőm tesója. Mondjuk akkor hú, elég fiatal barátnőm lenne, hogyha te lennél a nagy tesója az én barátnőmnek. Hello, baby, készen vagy az estére? Szia, Csongi, én az idősebb tesója vagyok. Szereted a tesómat? Igen, persze! Meghonnál értem? Persze! Jó, akkor találkozunk a házunk mögött 10 perc múlva. Na várjatok, ez most azt jelenti, itt most akkor nem arról van szó, hogy elengedtél engem, mert hogy úgy látod, hogy szereted a tesómat, hanem te akarsz megölni. Mert hogy az volt a kérdés, hogy meghalnál érte. Ez azért mondjuk para. Kérdeztétek, hogy új telefonom van-e? Igen, mert odaadtam neki a régebbit, hát idézős régebbit, úgyhogy most neki van egy faszatelója, így most már tudunk írni egymást a Kai Message-en. Úgyse veszi észre, de tök mindegy. Na ez viszont az enyém. Most komolyan felvetted a felsőmet? De nézd már meg, hát az van rajtad. Nem hordom a te ruháidat. Komolyan? Itt egy kép? Mondtam, hogy ne tegeljen nekek az idióták. Nem bajom sincs azzal, sőt örülök, hogyha hordja az én cuccaimat. Igaz, már ki vannak koppon a mindegy. De nem, de tényleg örülök, mert azt jelenti, hogy tarát engem. Jaj, úgyhogy igen, hordjátok a tesóitok ruháit. Te ittad meg apának a viszkijét? Nem, én nem iszok. Ugye tudod, hogy látom a Snapchat-eidet? Elcseszted. Na erről az jutott eszembe, hogy most, amikor jöttünk Erdélybe, akkor a jó öreg tesó nem tudott arról, hogy mi évünk csak anyom. És ugye hát én teleraktam Instára azt, hogy ide menjünk, oda menjünk, jövünk Erdélybe, és anyum egyszer fejlév engem, hogy Csongi, én értem, hogy meg akarod lepni magad, de hát kiraktál mindent Instagramba, ő is fogja látni. Voltam az okos, hogy letiltottam a tesámat Instára, úgyhogy nem látta. Gépezik, és én egyszer csak így benyitok, hogy kész az ebéd, gyere már. Ő meg így ült, és így... Miért van az, hogy anya mindig engem kér meg, hogy megcsináljam a mosatlant? Én vagyok a kedvenc gyerek. Jó, amúgy ebben van egy kis szomorú dolog is. Ez általában úgy szokott lenni, mindig a kisebb a cukiba, arra ügyelnek a legjobban egy darabig. Nem mondhatod, hogy nem, amikor te megszülettél és egy-két éves voltál, akkor... Nem emlékszem rá. Hát jó, te nem emlékszel rá, de én emlékszek arra, hogy mindenki jött vendégségbe, ó, hol a pici baba, én meg így ültem a sarokba, és így kapjátok be a... Úgyhogy most elköltöztem, rajtad az összes mosatlan. Csak én elmosom el. Megvan nektek az a mondás, hogy nappal húgom, este...
Húgom. Igen, így van. A következő az egy kicsikét ilyen furcsa eset. Én nem hittem, hogy ilyen létezik, és mai napig nem hiszem, szóval... Na, ugye képzeljük el, hogy Magor most éppen egy lány. Kiraktas. A nem létező seggét. Nekem kocka seggem, vagy annyit ülök a gép előtt, hogy én arra gyúrom. Elküldés. Hugi? Ez biztos nekem akartad küldeni? Ó, baszki, most már mindig. Semmi baj, megy a galériámba. Te figyelj már, anyuék alszanak már? Szerintem igen. Na jó, akkor tudom, hogy gyere át. Hűha, igen, egyébként csak filmet néznek valószínűleg. Na pont erről beszéltem, és szerintem fejezzük is be ezzel a videót, mert megfagyunk, úgyhogy váltok. Meg jön a barna maci. Ne mondjad, hogy jön a barna maci, mert tényleg fog jönni, és akkor be fog szalni. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornára, hogy nem maradjatok le, és így biztos nem fogjátok elszalasztani azt, hogy ha mi még ketten csinálunk videót, vagy lesz a következő SMS-es videó. Ha pedig már a pandák seregének tagjai vagytok, úristen, akkor jó nagy lájkot is dob, mert jót az a YouTube algoritmusnak, illetve én is nagyon szépen megköszönöm! Úgyhogy én mindig egy Csagi voltam, ő pedig most Magor. És holnap is Magor, majd még decemberben valamikor jövünk Erdélybe, és akkor lehet, hogy több videót csinálunk együtt, hogyha szeretnétek esetleg ilyen videó, mint ami volt a Pokémon Go-s, meg hasonlók. Majd szánkót, tényleg szánkós videót, azt majd csináljunk. Na. De nincsen szánkó. Nem baj, veszünk. Te is fogod használni a szánkót, mert te fogod felhúzni. Isten, ne felejtsetek el bekövetni, mert rengeteg mindent megtudhattok, például azt is, hogy most Erdélybe jöttem, meg hogy miért jöttem, meg mit tudom én mi. Ilyet az autó. Hajó! Ez nagyon például.